Náci Pribéknek nevezte Szanyi Tibor a jobbikos Barát Zsoltot, aki nagy felháborodást keltett parlamenti felszólalásával. Az MSZP elnökségi tagja szerint politikai karanténba kell zárni a szélső jobboldalt. A politikus azt mondta, a Jobbik kérje Szűz Mária és Jézus Krisztus bocsánatát, mert mi itt a Földön nem fogunk nekik megbocsátani. Szanyi Tibor a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi az a politikai karantén? Egy parlamenti pártról van szó, hogy kell lehet őket politikai karanténba tenni? Hát erre megvannak a kifinomult normák a fejlett Európában. Ez azt jelenti, hogy nem tárgyalni velük, nem foglalkozni velük különösebben. Gyakorlatilag egy olyan zárványban tartani őket, amiből nem tudnak kitörni. Politikailag még a maga média is csak nagyon korlátozottan ad teret a dolgaiknak, tehát egyféle lefolytása az ő térnyerésüknek, ez a karanténnek a lényege, elzárni, ha szabad így mondani. Hát, elkülöníteni a társadalom többi részétől. Bizonyos szinten azért nehéz megoldani, például az országgyűlésben, ahol a választók szavazatai alapján törvényesen jutottak be, vagy jutott be ez a párt, tehát ott hogy lehet őket nem észrevenni, nem velük joguk van napi rendelőt felszólítani, törvénymódosításban, mindenhez. Tehát nem lehet karanténba zárni, nem lehet nem foglalkozni egy törvényesen parlamentbe jutott, a szavazók által parlamentbe juttatott párttal. Hát de lehet, hát azért ennek is vannak fokozatai. Például jó magam hosszú-hosszú, sőt azt mondjam, időtlen idők óta soha nem megyek el olyan rendezvényekre, vitaestekre, stb., ahol mondjuk ilyen szélsőséges erőknek ez a képviselés van, ott csak vannak. Az országgyűlésben mondjuk tesz egy felszólást, puf, nem válaszol rá senki. Ez a karantén. Tehát nem vitatkozni velük, nem leállni velük, hanem hát oké, a parlament az más. A parlament bármennyire is ilyen magasztos dolognak gondolják az emberek néha, hát azért az sok esetben a nemzeti szégyennek a színhelye volt. Most akkor itt témába vággal mondom, hogy ugyanebben az épületben fogadták el azt a irgalmatlan sok zsidó törvényt és minden egyéb szégyen, de a kommunizmus törvényeit is ugyanott fogadták el. A parlament az már csak ilyen, hogy bizony ott minden összejön. Viszont ezen túl, azon túl, hogy hát ha már a népnek az a szegmense, az a része odaválasztotta őket, akkor oké, el kell tűrni, hogy ott vannak, de nem kell velük szóba állni, nem kell velük politikai vitákat folytatni, nem kell nekik válaszolni, nem kell velük érdemben semmit se csinálni. Az, hogy ön nem válaszol nekik, vagy nem áll velük szóba, az egy dolog, de hogyha ők mondjuk interpellálnak egy kormánytagot, egy minisztert, akkor annak előbb-utóbb kötelessége, akár államtitkár révén, vagy se válaszolni. Ez a minimum, de hát azért hát rengeteg... De más kapcsolat meg úgy sincs. Hát dehogy nincsen, hogy ne, hát rengeteg olyan felszólás van, ahol a kormány vagy más ellenzéki pártok reflektálnak egymásra, hát vita. Hát az egy ilyen műfaj, hogy ott egymásnak a dolgaira... Ettől nem fog megszűnni a zsidózás. Ettől még nem, de ez a minimum, amit meg kell tenni. Ezt mindenütt megcsinálják Nyugat-Európában. Szélsőséges erőket amennyire lehet izolálják, elszigetelik és nem állnak velük szóba. Nem ülnek velük egy asztalhoz, nem mennek velük vitázni, nem paroláznak a fényképezőgépek előtt, és a többi, és a többi. Ez teljesen egy elfogadható. El kell viselni, hát hogyha egyszer a népakarat odatolta őket, mármint a népakaratnak az a része, amelyik őket támogatja. Az ember ilyenkor nyel egy nagyot, befogja az orrát, a szemét, undorodik egy kicsit, de egyébként úgy nem kell velük politikai értelemben. Mert akkor kormánytagoknak, minisztereknek se kellene vita este leülni velük? De nem ám. Mert az elmúlt napokban több ilyen történt. Kettő. Egyáltalán sem. Egyáltalán sem. Ez szégyen. A ház, éppen a ház vezető elnöknek, mondjuk itt Balczó Zoltán volt, tehát hogy valószínű nem nagyon kérte volna ki egyébként se azt, hogy na hát e témában nem, hiszen párttársáról van szó, tehát nem hiszem, hogy ilyen pártbeli konfliktus lett volna előre, na de a házvezető elnök nem tudja az ilyen, tehát itt azért ennek már címőből lehetett következtetni, hogy miről fog szólni. Így van. Tehát, hogy azt nem lehet így ezáltal meggátolni, hogy amiben már a címében benne rejlik a zsidózás lehetősége, vagy a cigányozás lehetősége, vagy folytathatnám a sor, akkor azt nem kell elmondani se napirend előtt, se napirend után. Ezt nem lehet meggátolni? Meggátolni nem lehet. Hát a parlament attól parlament, még a szó maga is a parlare olasz gyökű szóból ered, tehát a beszélni. Tehát az a beszédnek a helye. De én azt helyvalónak tartom egyébként, hogy ha már a nép így döntött, és szélsőséges erőket juttak be a beszéd helyére, akkor ott vannak, ezt el kell viselni, ezt tudomásul kell venni.
Viszont azért rengeteg olyan finom technika van, amivel őket igenis ki lehet szorítani tulajdonképpen a közfigyelemből. Például a kokáért a parlament elnöke, amikor beosztja azt, hogy most mégis ki mikor fog elnökölni a különböző pártok alelnökei közül, hát lehet, hogy egy okosabb dolog lett volna, hogyha mondjuk egy nem jobbikos elnököt raknak be, vagy ültetnek be arra az időre. Egyébként hadd mondjam azt, hogy hála jó Istennek Fona János nagyon-nagyon-nagyon a helyén volt, tehát nagyon-nagyon bátran vágott vissza, és teljesen, azt hiszem, sokunk szívéből szólt, amikor a legvégsőkig elzárkózott ettől a hangvételtől. De hát aztán utána elmaradt a többi. Én nem hallottam a miniszterelnököt, nem hallottam a ide tartozó miniszterelnök helyetteseket, egyáltalán kormánytag, miniszter kormánytag meg se szólalt, összesen a korelnök mondott valamit, ami szintén fontos, hogy a korelnök is megszólal, de valahogy nem érzem azt a fokú elhatárolódás és felháborodást, amit minden kultúrnemzetben meg szoktak tenni az ilyen szélsőséges megnyilvánulások kapcsán. Amikor a házelnök szerepére gondoltam, abban igaza van tényleg, az már meredek lenne, hogy a címből következtessünk arra, hogy ezek most itt lehet, hogy valakit sértegetni fognak. Nem, hát azért tehát, lehetett, azért azt lehet tudni. Az előbb én is ezt mondtam, tehát itt azért a címből is lehetett tudni, de minden esetben valószínűleg a címből nem lehet kiszűrni azt, hogy na, akkor ezt most nem mondhatod el. De amikor elkezdi, és már ott tart, hogy a hazánk gazdaságát akkor is kézben tartó körök. Ez a pillanat, amikor meg kellett volna vonni. Amikor meg kell szakítani. Így van. Na most egy jobbikos ülésvezető alelnök nem szakítja meg, egy nem jobbikos valószínűleg, hogyha helyén van a szíve meg az esze, akkor megszakítja, és megmondja tőle a szót, kész. Na, mégis csak kell ide háznagy, meg házőrség, meg nem tudom micsoda. Nem majd biztos. Nem biztos. Végül is sokféle megközelítése lehet ennek az egész történetnek. Tehát azt is lehet csinálni, hogy engedni, hogy elmondja, de akkor utána viszont tessék mindenkinek világosan elhatárolódni. De olyan, hogy hagyjuk is elmondani, meg el se határolódunk, na az már szerintem a szégyennek az esete. Tehát nagyon-nagyon sok olyan eszköz van, nagyon sok olyan politikai eszköz van a különböző szereplők kezében, finom apróságokat, bocsánat, a politikai profik ezeket jól tudják kezelni, ezeket az eszközöket. Várható volt, hogy ez történik, sőt az időzítés az, hogy most pont húsvét előtt, ráadásul most húsvétkor egyébként a zsidó ünnepek is majdnem teljesen átfedik a keresztény ünnepeket. Az egész ország minden ága boga így úgy a vallási ünnepek környékén gondolkodik. Most ilyenkor beletolni egy kézigránátot a közvéleménybe, én azt mondom, ilyenkor most valószínűleg az lett volna az okosabb, hogy nem hagyni végigmondani, aztán majd mondja, ahol tudja. Hát egyébként más évszakban sem lett volna megfelelő ez a kézigránát. Más évszakban, mondom, azt is lehet, hogy hagyni elmondani, és utána agyon csapni. Már most a szó átvét értelmében. Mármint a beszédet, igen. Amióta nem választották meg elnöknek, még nem találkoztunk, úgyhogy most, mert hogy ez múlt hétvégén volt, és azóta nem volt vendégem. Most így akkor megy tovább az élet, mintha mi sem történt volna? Tehát ha valaki a pártelnök kihívója, aztán mégsem ő győz, hanem ugyanaz marad a pártelnöke, aki eddig is volt, nem szóval akkor nem tekintik önt ilyen, nem tudom, árulónak, vagy akárminek, hogy fú, meg akarta buktatni az elnököt. Nem nehezült meg a sorsa az MSZP-ben? Hát én nem hiszem, egy demokratikus pártban ilyen föl sem merül. Ez lehet, hogy a Fideszben egyébként így összejöhet, vagy más pártokban összejöhet. A Magyar Szocialista Párt egy demokratikus párt. Szerintem egy elegáns házi verseny volt, nem csak két személy, hanem két koncepció vitatkozott. Van egy mért része, ez azt jelenti, hogy a küldötteknek, ez nem feltétlenül a tagságot jelenti, de a kongresszus résztvevőinek, a küldötteknek a kétharmada a jelenlegi útnak a folytatása mellett foglalt állást, és durván egyharmada pedig az általam javasolt gyorsan. Innentől nem nehezedik meg az ön élete? Mitől nehezedni? Hogy kell megnehezedni egy életnek? Meg akarta buktatni a pártja elnökét, és ön akart lenni a pártelnök. Nem, én a pártnak az elnökét. Én azt mondtam, hogy a pártnak a jelenlegi elnöke, vagy akkori elnöke is, egy emberként a frakció vezetéssel törődjön, és én azt gondoltam, hogy legyen egy munkamegosztás. Ez nem megbuktatása, ez összesen annyi, hogy volt két javaslat, még egyszer mondom, egy decens, ilyen araszolva haladás típusú javaslat. Én egy radikális nekibuzdulásban gondolkodtam. És a másikra adták. Szerintem ma még nem volt kész a szocialista párt arra, hogy neki lendüljön, hanem ezt a óvatos, emelkedősdiben gondolkodnak sokan. Szerintem tévednek, de hát ettől még a döntés az ami. Az biztos. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.